félpályás útlezárás mellett jelzőlámpák és jelzőőrök irányították a forgalmat a 4-es út 92-es kilométer szelvényében délelőtt. Március 15-e után a Magyar Közút Nonprofit ZRT átállt az utak nyári üzemeltetésére, és megkezdődött a télen keletkezett úthibák kijavítása. Jelenleg a 4-es főúton dolgozunk, de folyamatosan haladunk a 442-esen, 4625-ösön, a 44-esen, tehát azt mondanám, hogyha a sorrendet kell felállítani, az út forgalom osztályba sorolása alapján haladunk a munkákkal. Az enyhe télen a szakemberek folyamatosan kátyúztak, összesen 94 tonna hideg aszfaltot használtak fel. A nyári üzemeltetéssel ezeket cserélik véglegesen a tartósabb meleg aszfaltra. A terveink szerint 540 tonna kátyúzó anyagot kell bedolgoznunk nagy felületű burkolatjavításba, ami finisheres javítás, azt valamikor június közepére tervezzük, ott 1800 tonnát dolgozunk be. Forgalomterelés, hát ezúton is elnézést kérek az utazóktól, de folyamatosan fognak találkozni a munkánk során szükséges forgalomtereléssel. Az útfelújítások mellett már megkezdődött a szolnoki hidak és vasúti felüljárók szegélyeinek takarítása, amelyben közfoglalkoztatottak is részt vesznek.